Sziasztok, Zsuzsi vagyok, hogyha egy ideje már követed a csatornámat, akkor esetleg emlékezhetsz arra, hogy évelején feltettem egy videót, amiben bemutattam azokat a sminktermékeket, amikre én akkor így azt gondoltam, hogy egy év alatt el fogom tudni használni. Ugye még nem telt el egy év, de eltelt egy fél év, illetve már több mint egy fél év, és arra gondoltam, hogy hozok nektek egy kis bejelentkezést, hogy mivel, hogy állok. És bevallom, nekem se volt rossz így újra elővenni ezt a videót megnézni, mert azért volt olyan termék, amit elfelejtettem, hogy így kiválasztottam ilyen elhasználósdira, úgyhogy most újra így előkerülhet így a kollekciómban, hogy használjam őket. Úgyhogy ha érdekel egy ilyen kis update, akkor ne menj sehova, mindjárt nézzük is, de mielőtt így belevágnék, annyit szeretnék elmondani, hogy erről a sminkről hamarosan hozok nektek egy videót. Egyébként azt is megsúgom, hogy egy nagyon különleges kis videó lesz, és nem mást használtam ehhez a szemsminkhez, mint az Anastasia Beverly Hillsnek ezt az új Cosmos palettáját. Úgyhogy ha ez érdekel és még nem iratkoztál fel, akkor ne felejts el feliratkozni, de jön hamarosan akkor ez a videó is. Most viszont nézzük, hogy melyik termékkel hogyan haladtam így eddig ebben az évben. Ugye a primerekkel kezdtem, kettő primer volt, amit kiválasztottam, az egyik a Catrice-nek ez a Tensational primere volt, ezt jelentem, el is használtam, de ebben már nagyon kevés volt év elején is. A másik primer, ezt nagyon sokat használtam, ez a Catrice-nek a No More Red primere, és annak ellenére, hogy nagyon sokat használtam, még most is valahol itt vagyok vele. Úgyhogy azért ezzel kapcsolatban vannak kétségeim, szerintem ezt nem fogom tudni elhasználni, illetve hogyha direkt mindig ezt használnám, akkor el tudnám használni, de van egy csomó másik primerem, amit szeretek, nem mindig van szükségem egy ilyen zöld színkorrektor primerre, úgyhogy szerintem ez nem lesz elhasználva, de azért így lelkesen használom továbbra is. Az alapozókkal, hát azért így jó néhány alapozót választottam ki, így utólag visszanézve, így nézzük, hogy mivel, hogy haladtam. Az egyik most így nyáron nagyon sokat használom, és egyre több videómban láthatjátok, ez a Purito-nak a Cica Clearing BB kréme. Tényleg egy nagyon szuper kis termék, most is ez van rajtam BB krémként, tehát nem alapozóként. És igazság szerint nem tudom átvilágítani, tehát nem tudom, hogy még mennyi van benne, meg ugye levegő is van benne, de felől nincs kétségem, hogy nyár végére ez el fog fogyni. A másik ilyen színezett, hát ez színezett krém volt, tehát ilyen BB krém jellegű, mindegy, ez az Essence-nek volt, ez a Hello Good Stuff, Hello Good Stuff alapozója, vagy színezett arckrémje, na ezt nagyon megkedveltem. Pedig elég sokáig állt úgy így a kollekciómban, hogy nem használtam, viszont ahogy elkezdtem így tudatosan használni, hogy na, én már pedig ezt idén elhasználom, hogy ne romoljon meg, hát én nagyon megkedveltem, úgyhogy viszont mire elhasználtam, addigra kivonták a forgalomból, úgyhogy így jártam. Nem mindegy, ezt már elhasználtam. És képzeljétek, még három alapozót választottam ki ezek mellé. Az egyik, amit már el is fogyasztottam, ez a Max Factornak a Facefinity alapozója. Ez nekem ugye egy ilyen téli színem volt, színárnyalatom volt, és abszolút nagy kedvenc nálam ez az alapozó, úgyhogy ez simán újravevős lesz, de ezt már elhasználtam. Aztán, amit például én totál elfelejtettem, hogy kiválasztottam elhasználásra, ez az Estée Lauder-nek a Double Wear alapozója. Egy ilyen kis minim van belőle, és az az igazság, ezt tudjátok, mert nem használom. Azért nem használom, mert ez egy drága alapozó, és hogyha drága, akkor nem használom a mindennapokban. Ami egy teljes agyrém, mert azért, hogy drága, akkor romoljon meg a polcon, na mindegy. Szóval én sajnos szoktam ilyet csinálni, úgyhogy most örülök, hogy így eszembe jutott, hogy na, ezt az alapozót is el kéne használnom, mert annak tényleg semmi értelme, hogyha ez szépen megromlik. És amire totál nem emlékszem, hogy beválasztottam, például az a Revolution-nek a hanem a Relove by Revolution-nek, ez a szuper szérum alapozója, ami baromi sötét, ugye? Hát ezt tudtam, hogy ezt így önmagában nem fogom elhasználni. Ugye sötétíteni tudok vele másik alapozókat, illetve én ezt igazából folyékony bronzernek használom. De azért nem minden nap, mert van másik olyan folyékony bronzerem, amit nagyon kedvelek, úgyhogy használgatom, de azért itt erős kétségeim vannak, hogy ezt elhasználnám. És meglátjuk évvégén, hogy mi lesz, hogy ettől függetlenül megválok-e tőle, vagy nem, vagy megromlik, vagy nem romlik. Szóval egyelőre még teljesen jó erre a célra. Korrektornak egy korrektort választottam, a Rimmel Kind & Free korrektorát. Ezt szerintem el fogom tudni használni, tehát hogy nem nagyon van kétségem még így a nyáron, a következő hónapokban. Hát így nem látszik, de egyébként szépen le tud ülni az aljára, csak ugye nemrég használtam és jól felkevertem. Valahol itt vagyok, tehát hogy ebben már tényleg nincsen sok.
Volt egy púder is, egy ilyen porpúder, ez a Maybelline-nek a Lasting Fix púdere. Nagyon jó kis púder, nagyon szeretem, és ezt már el is használtam. Hát, amit ott még láttok benne, az így nem tudom, tehát ezt már nem lehet kiszedni belőle. Mert sajnos ezt nem tudtam belőle így kiemelni, ezt az ilyen kiömlésgátlót, de a többi, ami még benne van, azt meg már nem tudom kinyerni belőle, mindegy, úgyhogy ezen nem múlik, lényeg az, hogy ezt elhasználtam. További arcra való termékek. Egyfelől, hát ez most így egészen izgalmasan néz ki, ez a Lovely-nak volt ez a Pastel Tropics ilyen bronzosító és pirosító duójából, ez a bronzosító, amit én inkább kontúrszínnek szoktam használni, ugye nagyon szép, ilyen kicsit ilyen hideg tónusa van, és látjátok, hát ezt újra kellett préselnem, és hát már eléggé a végét járja, úgyhogy szerintem ezt nyár végére el fogom tudni használni. Volt egy Lovely pirosítóm, ez a Lovely Natural Beauty pirosítója, ugye ezen is már, ezt már jó sokat használtam korábban, tehát hogy nem egy év, nem 6 hónap alatt használtam el a teljes pirosítót, de ugye ezt is elhasználtam, ez egy ilyen téli árnyalatom volt. Amivel viszont még nem állok túl jól, de azért nincsen minden veszve, ugye azt választottam, hogy a Berry M-nek van ez a ilyen Multitude Lip and Cheek penje, és hogy ebből szeretnék elhasználni még egy árnyalatot, mert tavaly egyet elválasztottam, elhasználtam, és végül is így arra gondoltam, hogy ezt az árnyalatot fogom elhasználni, ilyen egy majdnem teljes, hát ezt is már használtam. Nem állok azért annyira rosszul, de azért van még belőle, és ugye ez azért egy eléggé élénk erős szín, viszont most itt a nyár, és például én ezt is totál elfelejtettem, még évelején ugye így használgattam, de ez egy nagyon jó kis nyári rúzs szín, kifejezetten szeretem ezeket, úgyhogy most újra előkerül, és meglátjuk, hogy nyár végére meddig jutok vele. Highlighter, na ezzel ezt a videót vártam. Ez ugyanis a Vivien Szabó highlighterem, ez a francia polinézia highlighter, ugye 3 árnyalat van benne, és már így töredezik le így a tetejem, már elég idegesítő, de mindegy. Szóval ezt a highlightert szeretném elhasználni, és most már azt mondom, hogy ezt simán el fogom tudni használni. És miért vártam ezt a videót? Azért vártam, hogy meg tudjam nektek mutatni, és ezt újra fogom préselni, mert most már olyan nehéz itt így a sarkokból ezt kiszedni. Viszont szerintem miután ezt elhasználtam, hiába szeretem mondjuk nagyon még ezt az árnyalatot is, néha szoktam a kettőt keverni, ettől függetlenül ettől meg fogok válni, mert szerintem le fog törni hamarosan a kis teteje. Én ezt nem fogom így ebben a formában őrizgetni, de annak örülök nagyon, hogy ezt szerintem el fogom tudni használni. 2 fixáló szprét is kiválasztottam, na ezt is totál elfelejtettem, de ezt mondjuk el is használtam, az Urban Decay-nek ezt az Onlighter fixáló szprét, ez ugye egy ilyen kisebb kiadás volt, ez talán egy 100 millis, 100? 30 millis, szóval ez a 30 millis, és akkor ez van a 100 millis, igen. Tehát a másik pedig, amit kiválasztottam, ez a Revolution-nek volt a egyik Simpsonos ilyen kollekciója, tudjátok, én nagyon szerettem a Simpson családot, úgyhogy muszáj volt megvennem, és ezt szeretném elhasználni, egyébként ez egy nagyon jó kis fixáló spray, viszont mivel egy picit fényes finise van, ezért így nyáron nem használom, de így tavasszal, így tél végén viszont elég sokat használtam. Szerintem valahol most itt March feje felénél vagyok, úgyhogy szerintem ez elhasználható lesz. Szemre való termékek, ugye szemfesték palettát nem választottam, mert azzal nem célom, hogy elhasználjam őket, hanem viszont választottam egy, mi ez, szemhéjtust, ez méghozzá a NYX-nek az Epic Ink Linere, hát ez ahhoz képest, hogy jó sokat használtam, ez még mindig vígan fog, még mindig vígan teljesen jó, ugye fogalmam nincs, hogy még meddig fogom tudni használni, de használom lelkesen, nagyon jó kis termék. A másik, amit választottam, hogy elhasználjam, és ott sikerült is elhasználnom, ez a Pupának volt, ez a 06-os árnyalatú szemceruzája, ugye itt a végén már ki is esett belőle a termék, mert egy picit azért már száraz volt. Nagyon szerettem a színét, én nagyon szeretem a Pupának ezeket a multiplay szemceruzáit, úgyhogy ez már nem az első, amit elhasználok belőle, mondjuk más árnyalatok voltak. És ami még megvan, de szerintem el fogom tudni használni, ez az Estée Lauder-nek, ez a Double Wear Stay in Place Eye Pencil-je, és ebből már csak ennyi van, ez az Onyx árnyalat. Hát ugye teljesen az ember nem tudja soha lehegyezni, de még van benne azért még szufla, de ezt szerintem évvégéig elhasználom. Szájra való termékek, szájceruzák, na erre emlékeztem, hogy ezt el kéne használnom, ez a NYX-nek a Kabaré árnyalatú szájceruzája, de ezt nem fogom. Tehát, hogy ez még mindig nagyon sok, használgatom azért, meg szeretem ezt a szájceruzát, de ugye azért elég intenzív színe van,
Szóval nekem azért így a hétköznapokra ez egy picit erős, de azért szoktam használni egyébként egy nudos árnyalatú rúzsal, pedig így szépen ad neki egy ilyen kicsit ilyen rúzsásabb tónust. De nem szeretném csak azért használni, hogy használjam, akkor szeretném használni, hogyha ki tudom így az igazi értékeit aknázni, szóval azért ez még elég sok ebből a szájceruzából. Nyilván, hogyha nagyon ráfeküdnék, akkor menne, de nem fogom erőltetni. A másik szájceruza, ezt totál elfelejtettem, ez egy Makeup Obsession szájceruza, ez egy ilyen rózsaszínes árnyalat, ez sokkal jobban azért ugye a hétköznapokban is könnyebben kihasználható, egy kicsit ilyen nudosabb rózsaszín árnyalat. Ezt elfelejtettem, de ettől függetlenül ezt szerintem még simán el fogom tudni évvégéig használni. Ilyenek a szájfények, kettő szájfényem volt, az egyik megint csak Makeup Obsession-ös szájfény, ez egy eléggé kis vékony szájfény volt, vagy vékony, szóval kevés terméket tartalmazott, valami, 2,5 millit, úgyhogy ezt elhasználtam még évelején, tulajdonképpen egy ilyen színtelen szájfény volt, nagyon kis finom glitterekkel benne, a másik pedig ezt nagyon kedvelem, ezt még mindig használom, ez a Tower 28 szájfénye a kokonat árnyalatban. Hát az, az igazság, hogy most ez így el volt dőlve a táskámba, úgyhogy nem látjátok, de már valahol csak itt vagyok, úgyhogy ez szerintem még így nyáron el fog fogyni. És folyékony rúzsok, hát erre nagyon büszke vagyok, ugyanis egyfelől elhasználtam, jó, egy mini, de akkor is folyékony rúzs, és nem is egy egyszerű folyékony rúzs, ez a Tarte-nak a Tartist folyékony rúzsai közül, ez talán a Castle árnyalat, Orsitól kaptam, szerintem nagyon-nagyon szép árnyalata volt, egy szuper tartós kis rúzs volt, úgyhogy kedveltem, és a másik, amire nagyon büszke vagyok, Max Factor Lipfinity piros árnyalatban, úgyhogy őt is elhasználtam, hát ugye az annyira nem látszik, de ugye elhasználtam a hozzátartozó ilyen kis balzsamot is, ilyen szilikonos balzsamot, úgyhogy őket elhasználtam, és van viszont még egy, ami folyamatban van. Hát ebből se láttok most sokat, én így próbáltam megnézni, és valahol itt egyébként homér fejénél tartok, úgyhogy ez azért nem kizárt, bár most ugye nyáron egyébként szép, tehát kipróbáltam direkt nyári sminkekhez, és szép tud lenni egy hideg tónusú rúzs, de azért mégse ez az, amit így a mindennapokban előkapok, főleg, hogy egy matt rúzs, és én most nyáron így nagyon élem így a szájfényeket, úgyhogy most nincsen annyira itt az ideje. Hát azért ez nem lesz könnyű. Ezt nem lesz könnyű elhasználni, de nem is kizárt, szóval szerintem azért jó sokat fogom még ősszel használni meg télen. Van még egy kategória, amit választottam, és hát itt nem állok valami fényesen, és ezek a körömlakkok. Egyfelől volt egy fedő körömlak, az Essence-nek ez az Extreme Gel Top Coat-ja, ezzel egyébként nem állok rosszul még akkor is, hogyha megnézzük, most valahol itt van, viszont itt tartok vele. Viszont ezt már csak egy-kétszer fogom tudni használni, mert ezt már talán harmadjára higítom újra, úgyhogy utána pedig már inkább megy a kukába, úgyhogy ezzel pont jól állok. Aztán választottam, ez egy gyönyörű ilyen fedőlak, ilyen gyöngyház fénye van. Hát ezzel, ez ugye szinte teljesen új volt, ja, itt a körömlakok a kezemben, de valahol itt a Bagdad feliratnál vagyok. Szerintem ezt még el fogom tudni használni, viszont választottam a Catrice-nek, pedig ez egy mini körömlak, és komolyan használtam, és olyan, mintha nem használtam volna, úgyhogy nem is annyira nyári árnyalat, tehát, hogy mivel ilyen kicsit ilyen tört árnyalat, ezt majd inkább ősszel fogom újra elővenni, és amivel, na mindegy, nagyon nem haladok, ez a Sally Hansennek, ez az Insta Dry körömlakja, most ez van a körmömön, mert most újra elővettem, úgyhogy most ezért van így összerázódva, de hát valahol itt vagyok, kb. A felénél. Szóval ezt is nem lenne kizárt elhasználni, de nyáron meg jobban szeretek színesebb körömlakokat használni, meg én amúgy sem szoktam mindig körömlakot hordani, úgyhogy nem tudom a körömlakokkal mi lesz, majd meglátjuk. Na mit szóltok lányok, hogy sikerült haladnom ezekkel a termékekkel? Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és remélem hamarosan találkozunk. Sziasztok!